Folytassuk a Zenetrafikot Kozma Dénessel, és az Edde együttesről fogunk beszélgetni. Igen, ritkán beszélgetünk az Edde együttesről, különösen Pataki Attiláról, de most az idén hány éves zenekar, vagy jövőre hány éves? Hú, egyes számítások szerint jövőre 44 éves, vagy 44 éve aktívan működő, lehet, hogy az azt jelenti, hogy 46 éves az Edda. Vagy 4 év múlva 50. Vagy 4 év múlva, de akkor, hát igen, igen. A igen, két négyes. Igen. A számmisztikában az csodát jelent. Az nagy, az, vagy az nem csoda, tudom, mit jelent, az de... Az dupla csoda? Hát dupla csoda. Vagy 3 plusz 1. Igen. És az már 4. Na, vagy ha 4 4 de hogyha meg Patakira akarnánk utalni, akkor az a 3 plusz 2 kéne, hogy legyen. Igen. De a 4 az majdnem 5. Na mindegy, senki nem tudja, hogy onnantól számítják, hogy Pataki beszállt a zenekarba, első koncert, első dal, mikor alakult. Tehát ez tulajdonképpen szerintem ember. Bármikor, bármikor változhatnak itt a dolgok, de egy biztos, hogy azért beszélgetünk most az Eddáról, és nem kifejezetten csak Pataki Attiláról, hanem magáról az Eddáról, mert május 19-én, tehát jövő 2019. május 19-én lesz egy olyan esemény, aminek az a címe, hogy Edda Zúzda. Nem csúzda, hanem nem zúzda. Nem csúzda, Edda Zúzda. Akkor gondolom, egy kemény koncert lesz. Tehát, egy kemény koncert lesz. Ennek van promó szövege, és szeretnéd, hogy felolvassam? Igen. A legenda szerint az immáron 44 éve aktív Edda művek már évek óta küzdött azzal, hogy magában tartsa féktelen, sötét rock erőt. De ennek most vége. Május 24, bocsánat, rosszul mondtam. Május 24-én kitör az ős káosz. Bemutatom, hogy hol? Hát jó, írjuk körbe, mert hát a reklám. Nem tudom én már ezt eldönteni. Ezeket. Budapesten egy parkban. Igen. Ahol Pataki... Fiatalok járnak oda? Ifjúsági emberek? Vagy? Hát olyan fiatal, ifjúsági emberek. Az igen. Na, mindegy, hagyjuk. Ahol Pataki Attila zenekar a legzúzósabb, legkeményebb, legmetálabb arcát mutatja meg a közönségnek. Ennek az, vagy ezen az estén bármi megtörténhet, de egy biztos, nem érdemes kihagyni. Ah. Tehát akkor nagyon bekeményítenek ott nagyon, az nagyon. Emberek, és Pataki Attila hörögni fog, vagy? Vagy átélek a dalt ilyen thrash metalba, vagy? Tehát érzed azt, hogy micsoda? Tehát az Edda művekben hatalmas küzdelem van évek óta, hogy magukba vissza tudják folytani a féktelen, sötét rockerőt. Tehát én itt egy dark megmozdulást vélek felfedezni. Legalábbis a leírtakból nekem az jön le. Mondom, este lesz a koncert sötétbe. Sötétbe lesz, ez erősen bőrszerkó orientált. Uh-huh. A 44 éve aktív Edda művekben nem tudom, hogy hol lesz a metal. Te ismersz metal dalt? Metal, nem az Eddától. Az Eddától. Ja, az Eddától nem. Az Eddától nem. Tehát hard rockot ismerek, tehát főleg a Stamovics fél Eddába, de itt most tényleg arra tudok, tehát az egyik az, hogy nem engedték, tehát hogy nem tudom, hogy tehát nem engedték, ezért vissza kellett fogni, tehát egy ilyen felgyőlemet, de most dűből csinálnak egy zúzda lemezt, vagy ezek? A lemez is lesz? Hát nem, mert hogy vissza voltak eddig fogva, tehát akkor azok megjelentek egyáltalán lemezen. De ki fogta vissza? Hát gondolom Pataki Attila visszafogta, mert ő neki assukták a szellemet? A szellemet, vagy bárki. Fog vissza magad, mert bármi is lehet. Nem tudom, hogy ugye... Vagy vannak nagy Edda slágerek, amiket például innentől kezdve metázón torzítással fognak játszani. Hát fel van adva a leszka, de ott majd mindenki derül, tehát akkor most már muszáj elmenni. Dénes, hogy hát, nem maradj bután. El kellene mennünk egy ilyenre? Hát számoljuk ki, hogy ki megy. Mert valamilyen szinten biztos érdekes lehet azért egy ilyen. Hát, most tudunk egyébként az Eddával, meg főleg Patakival értszelődni, de ha most mindezt félretesszük, és azt mondjuk, hogy van a zenekarnak egy 44 éves életműve benne, hát valami 30 akárhány nagy lemezzel, akkor a 30 akárhány nagy lemezből valószínűleg össze lehet állítani egy olyan 18-20 számos tracklistát, amiben orientált akkor a torzított gitár, és egy erősebb torzított gitár. Csak ezeket a dolgokat én nem ismerem, tehát lehet, hogy volt ilyen a lemezen, de valahogy nem került be a köztudatba. Tehát én az első három nagy lemezt nagyon jól ismerem, meg is van.
Aztán... fél, most arról beszélünk az első három nagy lemez. Most de abban meg... se volt metal. Oké, okay. Én meg azt mondom, hogy most itt van 30 lemez. Aha. Hát a 30 lemezről igazándiból tényleg lehetnek olyan dalok, amelyek megütik akár ezt a kategória besorolást, hogy sötét rock. Ja, hogy sötét rock. Hát most itt féktelen, sötét rockerőt folytották magukba ja, vissza. Akkor én a Zuzdából valahogy arra gondoltam, hogy az ilyen kemény, tehát ilyen zúzós. Hát ezt akarják mutatni, mert legmetálabb a arcát fogja bemutatni a közösségnek. Sose volt metál az Edda. Hát. Lehet, hogy mondjuk ezt nem az Edda kommunikált, vagy ez nem az Edda által megírt PR anyag, tehát akkor meg kiírta volna. Na mindegy, itt az a lényeg, hogy nagyon kemény, nagyon durva és nagyon zúzás lesz. Szerinted széttörnek-e valamit a színpadon? Hát nem, de a csirkét csak nem darálnak. Tehát az... Csirke darálás az már így lejárt lemez szerintem. De újra fel lehet eleveníteni 44 éve regnáló zenekartól. Hát mindenki. Miért ne? De valamit szét kéne már zúzda, vagy betonkeverővel beállnának oda a színpad mellé, a közönséget öntenék rá a betont, bekötnének ott az emberek. Vagy sárga mellényt vesznek fel. Én nem tudom eldönteni, hogyha most az Eddát nézzük, és azt mondják, hogy a 44 év legjobb slágerei, vagy legjobb Edda dalai, akkor tódulnak a különösség, de így lesz, aki megijedt, hogy zúzó, vagy füldugót kell vinni, vagy mit kell csinálni. Tehát aki meg szereti a zúzó zenéket, ők nem biztos, hogy elmennek pont abba az időbe Edda koncertre. Tehát ez szerintem hát ilyen brandépítésben nem biztos, hogy jó. Ha pedig tényleg arra készülnek, hogy átmegyünk a metalba, akkor arra nagyon kíváncsi lennék. Igen, mert számomra egyébként ezt most úgy értelmezem, hogy az Eddának az elmúlt 44 évben születtek olyan dalai, ami erősebb hangvételnek titulálják ők saját maguk. Uh-huh. És akkor azt mondják, hogy jó, ebből akkor adjunk már egy csokorra, mert lehet, hogy ilyen nem volt. Mindig a éppen aktuális slágert kellett játszani, vagy a nagyon-nagyon nagy slágert, vagy a túl sok lassú dalt, vagy abból a... Igen. Vagy abból tehát a tíz... ilyen, mint a B oldal, hogy na, ezek a zúzósok is azból nem... Igen, igen. Hogy lehet, hogy a... kapizsgálom. Lehet, hogy maga a kifejezés egy rock fülnek, egy kicsit ilyen túlkapásnak tűnik, de mondjuk figyelemfelkeltésre pedig azért jó, mert lehet, hogy az emberek koncerten, sajnos nem sok Edda koncerten voltam értemben, voltam egy párat, hogy nem azt szokták meg, hogy ott nagyon-nagyon szétvernek, tehát elszabadul a, hát az ős nem erő, vagy bocsánat, a sötét rock erő elszabadul. De lesznek csontkovácsok, meg, tehát akkor biztos lesz ilyen, vagy táltos, nem tudom, hogy mi lesz, de most már sejtem, tehát, hogy akkor zúzunk, de nem a szó hagyományos értelmében, vagy kukát borítottunk, mint a Torcsfej testvérek Pécset, hanem, mikor még fiatalok voltak, hanem akkor ilyen tényleg ilyen nagyon lendületesen, nagyon dinamikusan egymást váltják a dalok, kevés szöveg, főleg a gyors. És nem feltétlenül a nagy slágerek. Igen, hanem a... Hanem, akkor mondjuk az a baj, hogy nem tudjuk behatárolni, hogy most az Eddán belül melyik a sötét rock és a féktelen metal. Aha. Tehát mondjuk mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, akkor az egy ilyen zúzósabb szerzemény. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, kérhetek bármit, ha kérhetek szépen. Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet, ha kérhetek bármit, ha kérhetek szépen. Hát nem mondanám, de hát akkor most vagy már... mondjuk... Melyik az Edda legkeményebb dala? Hát az a baj, hogy nem ismerem annyira az Eddát. Egyet találtam, amire emlékeztem gyerekkoromból, az egy 90 vagy 91-es Szélvihar album. Aha. Az albumnak is az a címe, azt hiszem. Szélvihar. Az és akkor az az én emlékemben úgy élt, hogy ez egy, az egy motorozásról. Tehát tényleg volt egy időszak. Egy ilyen motorosabb hangvételű lemez volt az egész, meg maga a dal is egy olyan értelmezhetőbb és szaggatottabb gitárriff fel indul. Tehát, hogy én valamilyen ilyen vonalat sejtek e mögött. Aha. Na hallgassuk meg aztán hátha.